Magyar Tündérmesék. Párkerítés. Réges-régen, egész pontosan a 19. században egy ifjú hölgy éppen a táj szépségében gyönyörködött egy verőfényes, meleg nyári napon. És hogy ki volt ez a hölgy? Hát Anne. Emlékeztek még a fiatal eszes lányra a zöld oromról? Nos, Anne-ből azóta már felnőtt nő lett, és épp nyaralását töltötte. Teodóra, olyan üdén és édesen illatozik a levegő a sok-sok nyíló virágtól. De majd meg lehet sülni. Ő itt Teodóra, Anne egyik jó barátnője. Teodóra kedves természet volt, véleményét azonban nem rejtette véka alá. Anne épp nála volt látogatóban, amikor egyszer csak egy árnyékot látott megközeledni feléjük az utcán. Ó, Teodóra, úgy látom, hogy Ludovik éppen felénk tart. Őt ismerve lesz vagy egy év, mire eljut az ajtó még. Ez a férfi Ludovik Speed volt, aki bizony nem villámgyorsaságáról volt híres. Olyan volt, mintha mindent lassított felvételben csinálna. A városban mindenki tudta, hogy Ludovik Teodórának udvarol immár... 15 éve. Ilyen hosszú ideje udvarol már nekem, de még ennyi év után sem kérte meg a kezemet. Miért nem kéred meg te? Nem, Anne. Az nem lehet. A férfinak kell megkérnie a nőt. Ez igazságtalan. Úgy bizony. A 19. század társadalmi normái igazságtalanok voltak. Ludovik végre Teodóra ajtajához ért, de nem kopogtatott be. Ha Teodóra nem nyit neki ajtót, egész végig kint ácsorgott volna. Ludovik bement a házba, majd leült ugyanabba a nagy karosszékbe, mint mindig. Szervusz, Anne! Szervusz! A három fiatal ezután megvitatta az élet nagy dolgait. Ludovik nagyon értelmes és jó beszédű ember volt. Eszességben pedig Teodóra sem törpült el mellette. Egy idő után Anne elbúcsúzott tőlük. 15 év! Én biztosan nem tudnék ennyit várni, hogy életem szerelme megkérje a kezemet. Teodóra nagyon szereti Ludovikot, és úgy látom, hogy ez kölcsönös. Másnap aztán Anne meglátogatta Teodórát, és szóba is hozta neki a dolgot. Teodóra, ha Ludovik ennyire halogatja a lánykérést, miért nem sürgetjük meg kicsit? Sürgessük meg Ludovikot? Az lehetetlen. Semmi sem lehetetlen, Anne. Speedék sosem sietnek. Mindig is ilyenek voltak. Ezt meg hogy érted? Teodóra ekkor mesélt ennek Ludovik egyik nagybátyjáról, aki egyszer meg akarta látogatni fivérét. De végül sosem ment el hozzá. Miért nem? Mert folyton csak tervezgette fejben. És mondok még valamit. Ludovik már több mint 10 éve tervezi, hogy kifesti a házát, de még mindig nem vette rá magát. Micsoda? Hát az lehetetlen! Jaj, Anne. Speedék egyszerűen lassúak. A vérükben van a halogatás. Szeretem Ludovikot, de szerintem még mindig azt hiszi, hogy tengernyi időnk van. Pedig 37 éves vagyok. Szerintem van megoldás. Tudom is, hogy mi. És mondom, mit fogunk csinálni. Anne terve hallatán Teodóra szeme felcsillant. Kissé kétlem, hogy beválik. Egy próbát azért megér. Teodóra beleegyezett, így hát Anne felkereste terve másik szereplőjét, Mr. Arnoldot, aki jóképű volt, nőtlen és mindig kapható volt a csínytevésre. Mr. Arnold! Anne, gyere be! Segítségre van szükséged? Megkérném, hogy segítsen a kis tervemben. Tervedben? A terv hallatán Mr. Arnold szeme is felcsillant és rögtön bele is egyezett. Állok elébe minden kihívásnak, amitől Ludovik gyorsabb lehet egy csigánál. Ludovik és Teodóra udvarlása alatt senki sem gondolta, hogy bármelyikük is beleszeretne másba. Ludovik ebben biztos is volt. Most itt várok, amíg Teodóra erre nem téved. Aztán felajánlom, hogy hazakísérem, ahogy eddig is szoktam. Anne azonban szépen keresztül húzta Ludovik tervét. Miss Teodóra, megengedik egyet, hogy haza kísérjem? Hogyne. Teodóra bele is karolt Mr. Arnoldba, majd elsétáltak Ludovik mellett, akinek majd leesett az álla. Szeretett Teodóráját lecsapta a kezéről egy másik férfi. Az ott Teodóra? Mr. Arnolddal?
nem úgy volt, hogy Ludovik udvarol neki. Lehet, hogy Ludovik addig piszmogott, amíg lecsúszott róla. Ludovik orlógatva követte őket, igyekezett figyelmen kívül maradni. Így hát, azt mondtam. Amikor elváltak, Ludovik csak ott állt és nézte, ahogy elmennek. Jókat derült a viccein. Talán jobban tetszenek neki az ő viccei, mint az enyémek. Másnap aztán Ludovik meglátogatta Teodórát. És nagy csalódottságára Mr. Arnold is ott volt, és Ludovik helyén ült. Szép napot, Ludovik! Szép a nap, nem vettem észre. Én minden szépet észreveszek. A nap, a virágok, sőt, még a vendéglátóm is gyönyörű. Ludovik fortyogott a dütöl, de nem mondott semmit. Csak ott üldögél csendben, és nagyon kényelmetlenül érezte magát, miközben Teodóra és Mr. Arnold kedélyesen cseverészett. Miért beszélget ez a férfi a nővel, akit szeretek? Teodóra pedig miért néz ki ma még csinosabbnak? Talán a legjobb ruháját vette fel miatta? Szegény Ludovik nagyon rosszul érezte magát. Amikor Anne aznap este látogatóba ment, Teodóra kiöntötte neki a lelkét. Jót beszélgetett és nevetgélt ugye Mr. Arnolddal, mégsem örült teljesen. Olyan rosszul esik, hogy bántottam. Legszívesebben felálltam volna és mondtam volna neki, hogy az egész csak játék. Ne! Véghez kell vinnünk a tervet. Meg lesz az eredménye. Csak várj! Már most is van. Mikor Ludovik elment, szinte száguldott. Soha nem láttam még ennyire szedni a lábát. Mr. Arnolddal jót nevettünk rajta. Sokkal hamarabb lett eredménye, mint azt gondoltam. Úgy tűnik, Ludovik tele van meglepetéssel. Jól van, kíváncsi vagyok, mi lesz legközelebb. Ludovik végre kezdte felvenni Teodóra tempóját. Haza sietett, és a saját házát látva rögtön beugrott neki Mr. Arnold hatalmas háza. Hogy van mersze ellopni a szerelmemet? Nem hagyom, hogy legyőzzön. Így hát 10 évnyi gondolkodás és várakozás után végre kifestette a házát. Amikor végzett, el is ment Teodórához, hogy elmesélje. Ő viszont úgy tett, mint akit nem izgat a dolog. Sőt, mi több, Ludovik látta, hogy Mr. Arnold most már mindenhova elkíséri Teodórát. Nézd, Mr. Arnold már megint Teodórát kísérgeti. Úgy tűnik, Ludovikot szépen elfelejtette. A városban el is indult a pletyka. Teodóra ugyan látta, mennyire le van törve Ludovik, de erőt vett magán. Mr. Arnold pedig lelket öntött belé. Hamarosan újra meglep majd minket, csak arra volnék kíváncsi, hány hétbe telik majd neki. De megdöbbent, hogy együtt lát kettőnket. Olyan pipogya. Bár csak ide jönne, leütne téged, és magával ragadna engem. Ilyen meglepetés nem hiányzik nekem. Szóval ma is legyek a kísérőd. Igen. Reméljük, ez kicsit felrázza majd. A meglepetés viszont attól meglepetés, hogy az embert mindig váratlanul éri. Aznap este aztán, ahelyett, hogy szokásos helyén áldogált volna, Ludovik odasétált Teodórához, és neki szegezte a kérdést. Teodóra, megengedett kérlek, hogy haza kísérjelek? Ludovik a mosolygó Mr. Arnoldra pillantott. Teodóra nagyon meg volt lepve, és elpirulva igent mondott. Ludovik haza kísérte, az utcán pedig mindenki szájtátva bámult utánuk. Házott, Ludovik! Neked is dühösnek tűnt? Sosem láttam még ennyire feszültnek. Mr. Arnold talán elvesztette a csatát? Mialatt az emberek pletykáltak, véget ért az este. Másnap aztán, amikor Anne meglátogatta Teodórát... Nos, Teodóra, mik a hírek? Jegyben járunk. Ennek leesett az álla. Jegyben járnak. Ekkor aztán meglátta Teodóra ujján a csillogó gyűrűt. Te jó ég! Jegyben jártok! Jegyben járunk! De hát hogy történt ez? Teodóra ekkor elmesélte ennek, milyen feszült volt Ludovik előző este, miközben hazakísérte. Azt hittem, hogy fel fog robbanni. Úgy döntöttem, kicsit meghetszelem, és szóba hoztam Mr. Arnoldot. De alig kezdtem el beszélni, erre ő hirtelen. Teodóra... Tessék? Gyere hozzám, úgy értem, hozzám jössz feleségül? Igen.
Igen, igen! Hát szóval így történt, és Ludovik úgy döntött, hogy rögtön meg is tartjuk az esküvőt, nem mintha engem zavarna. Úgy tűnik, mégis lehet sürgetni. Jaj, annyira örülök nektek, Teodóra! Az ígérethez híven Ludovik és Teodóra rögtön meg is tartotta az esküvőt. A városban mindenkit meglepett a hír, és nagyon örültek az ifjú párnak. 15 év után végre egybe keltek. Egyszerűen zseniális volt a terved, Anne. Tudom, de azért ön is jól színészkedett. Lehet, hogy kerítőnőnek kéne állnom. Ó, Gilbert, szervusz! Szervusz, Anne. De lehet, hogy Anne most inkább magának fog keríteni valakit. Mondtál az előbb valamit? Nem, dehogy is. És ezzel véget is ért a mesénk. A tanulsága pedig az, hogy az idő hatalmas értékű kincs. Ha az élet valamilyen esélyt vagy lehetőséget sodor elénk, ragadjuk csak meg. Máskülönben a szívünkhöz közel álló dolgokat és embereket könnyedén elveszíthetjük.